Rajcsók Attila szobrász vagyok. A taktilitás kiállítás két almacsukta szobromat hoztam. Az alma a kultúrtörténet elejére visszavezethető motívum. A Bibliától egészen napjainkig, akár Steve Jobs tech cégéig felfedezhető jelkép. A két szobrot fából készítettem. Azért szeretem a fát, mert egy aktívan kommunikáló anyag. Itt akár a szál irányra, akár az esetleges repedésekre is gondolhatunk, amit mind bele kell komponálni egy szobor létrehozásánál. A két szobor különböző fákból készült. A világosabb színű egy körtefából készült. A körtefa az nagyon kedves számomra. Egy ilyen nagyon hangos, sűrű szerkezetű anyag, és ez nagyon megtetszett nekem. Ezért nyersen, kezeletlenül hagytam a középső felületét a szobornak, és csak az alját és a tetejét kezeltem. A fekete színű szobor, az pedig akácfából készült. Az akácfa egy jóval lazább szerkezetű, rusztikusabb anyag, és úgy éreztem, hogy itt egy ilyen égetett struktúra sokkal jobban hozza az anyag szerkezetét, és többet mutat a szoborból.